Műsorunk fő támogatója a BMW, valamint a Magyar Suzuki ZRT. Támogatók: Advess Mutó, a KSR Group hivatalos magyarországi partnere, és a Motostar, az Alpine Stars magyarországi hivatalos forgalmazója. Az előttem álló motornak az elődeit már kétszer teszteltük, egyszer Danival, egyszer pedig Gergővel. Milyen újdonságok kerültek bele most a 2022-es modellbe? Hát igazából ugye a 17-es az majdnem ugyanez a Xmax 300, ugye, amiről most szó van. A fizimiskájáról beszélünk, így ugye? Így van, meg hát technikailag is egyébként, tehát túl sok változtatás nem történt. Ami most a legfontosabb az az, hogy ugye az Euro 5 miatt ennek a blokkjához is hozzá kellett nyúlni, amivel semmiféle veszteségünk nincsen, mert ugye az erő az maradt is a teljesítve, a lóerő is, meg a nyomaték is gyakorlatilag 29-29 mind a kettő. Viszont a Yamaha szerint ugye a fogyasztás az csökkent egy pár százalékot, amivel a múltkor is nagyon meg voltunk elégedve egyébként, tehát most ezen még csökkenteni az le a kalappal. Hát egyből akkor térjük is erre a nagy erényre, ugye, ami a fogyasztása ennek a motornak. Hát igazából én bármit csináltam vele, nem sikerült, még azt sem elérni, amit a Yamaha megad. Tehát a Yamaha kerek 3 literben határozza meg itt a fogyasztást 100 kilométerenként. Én bármit csináltam vele, 2,9 volt a maximum, illetve egyetlen kivétel van, tehát egy módszert találtam, amivel ezt föl lehet tolni 3 liter fölé, az pedig az autópálya. Amit ugye elbír abszolút a robogó, ott azért nagy tűzi játékra már ne számítsunk, tehát a 100 fölött azért már az előzéseket tervezni kell, tehát ott az erőből nem fogjuk tudni azt megoldani. A másik fele az, hogy ha viszont finoman megyünk vele, mert azt is kipróbáltam, hogy úgymond normálisan, és nem cibáljuk neki nagyon, akkor a kettő fél az simán megvan, innentől kezdve azért már itt az 500 kilométerről beszélünk, úgyhogy nem leszünk túl gyakori vendélyek a benzinkútnál. Gyönyörűen át lehet vele vágni a budapesti délutáni csúcsforgalmon, úgyhogy a dugók ellen ez egy kiváló fegyver. Viszont amiatt, hogy ilyen nagyobb testű, meg ugye, hogy van benne erő szépen, bárhova el tudunk menni egy kirándulásra is, akár egy horvát tengerpartig is, tehát van ismerősöm, akinek ilyen robogója van és elment vele, tehát ebben sokat segít egyébként maga a tároló kapacitása is, ami elképesztő ennek a robogónak. Az ülés alatt ugye ez a múltkor is kipróbáltuk, 5 évvel ezelőtt talán, akkor ugye két sisak motoros kabát gyönyörűen befért, most egy kicsit fegyvernemet váltottunk, és megpróbáltuk bepakolni a forgatási kellékeinket, ami hát nagyjából sikerült is. Úgyhogy tényleg nagyon, nagyon hasznos ez a hétköznapokban. Hogyha ez nem lenne elég, akkor még a Yamaha tartozék kínálatában legalább háromféle hátsó dobozból is tudunk válogatni, amivel már aztán abszolút a félházat el tudjuk vinni, vagy egy nagy bevásárlást is simán meg tudunk oldani vele. Azt azért valljuk be, ez a Techmax kivitel, tehát ugye ez az extra kivitel. Ez, hát egyrészt van ez a gyönyörű Dark Petrol fényezés, ami csak ebbe elérhető. Ugye az már nekem ez vitte a prímet az összes verzió közül. Viszont ehhez jár ez a komfortnak nevezett ülés, ami annyiban más, mint a külön extraként vásárolható komfort ülés, hogy ugye ez a motor színéhez van igazítva a varrás is. És hát ugye bőr is található ugye itt az anyagai között, és elképesztően jó. Tehát nekem már ez az együlés, ez már elvinné azt, hogy ezt a robogót válasszam, és ne az alapkivitelt. A fenéktámasz az tökéletes, tényleg tart, tehát nem csak egy ilyen jelzésértékű. Illetve még vannak ugye ezek a két első kesztyűtartó, ugye az egyik zárható, a másik nem. A zárhatóban van ugye egy szivargyújtó ajzat is, hogy tudjuk tölteni az eszközeinket. Ezek is bőrrel vannak borítva, akkor ez alumínium lábdeszka, tehát egy csomó olyan apróság van rajta, ami bőven indokolja ezt a minimális felárat. Hát én azt mondom, hogy a részletekben rejlik az ördög maga, tehát itt azért elég sok mindent ráraktak, ami kecsegtető az embernek, és amikor odaáll ugye a kereskedésnél és megnéz 2-3 motort, akkor egyből emellé fog oda menni. Igen, hát itt ugye mostanában a választást azt könnyíti meg inkább, hogy melyik van éppen, melyiket tudjuk elhozni.
Ez a robogó az egyik legjobban sikerült nagy robogó szerintem, ami most a piacon van. Abból a szempontból, hogy mindig mondjuk, hogy ugye a dizájn meg a kinézet az szubjektív, de ez egyszerre sportos, egyszerre elegáns, részleteiben is kidolgozott és szép, tehát ehhez kár lett volna hozzányúlni. Annól beszéltünk arról, ugye, hogy az első futóműve volt ugye kolosszális, mert hogy nagyon nagy motoros karakterisztikával rendelkezik. Így van, hát ez az alsó-felső villahíd, ugye, tehát a motor jellegű első futóműve van, nem pedig az a robogós fajta. Ezért aztán elég sportos valóban. Hát ha a futóműnél tartunk, akkor azért azt el kell mondani, hogy egyrészt a Ramaz ugye a sportos robogók közé sorolja, vagy a sportrobogói között találjuk meg. Ez annyiban is látszik, hogy ugye a futómű elég sportos hangolású. Na most ez a budapesti utakon sajnos kemény. Hát a hagyján, hogy kemény, de a keresztbordákat meg a kátyukat nem nagyon szereti, mondjuk én se, úgyhogy nem vagyok meglepve. De azért nem esik ki a fogunkból a tömés, tehát félreértés ne esik, nem erről van szó, de azért eléggé szigorúan jelzi azt, hogyha egy keresztbordán vagy kátyún megyünk át. Egyrészt azért vannak jó utak is Budapesten, tehát azért ne legyünk igazságtalanok, a másik fele viszont az, hogy eljövünk motorozni vele kvázi, mert tényleg élmény motorozásra is alkalmas, és jó úton szerpentinen viszont gyönyörűen tartja az ívet, abszolút magabiztos, tehát tényleg nagyon jól lehet vele kanyarogni is. Dizájnra térjünk vissza. Szerinted mennyire időtálló 5 év után? Hát én úgy gondolom, és nagyon sok ismerősöm is van, aki vett ilyen robogót egyébként, úgyhogy velük is beszéltem ugye a teszt előtt. Ugye itt elő egy társafék van például a T-Max-al ellentétben, ahol ugye 2, plusz egy ilyen kvázi alacsonyabb kategóriájú féknyereg is. Úgyhogy egy-két ilyen sportosabb X-Max 300 tulaj nekem azt mondta, hogy az első fék az, amivel ő nem annyira elégedett. Hát megmondom őszintén, hogy biztos ki lehet fárasztani, és ha mind a két féket használjuk, akkor szerintem nem érheti szó a ház elejét. Tehát azért ez mégiscsak egy robogó, ez nem egy sportmotor. Tehát az, hogy sportosan lehet használni, az tök jó, meg ez is a kommunikáció. Elfér persze rajta egy jobb fék, meg akkor még durvább lesz, de ez tökéletesen alkalmas erre a feladatra. Mennyire hiányoztak belőle a kor csodái, ugye most már majdnem mindenhol olyan műszerfalal találkozunk, hogy mindent mindennel össze lehet kötni. Nagyon jó, hogy és hogyha bemész a lakásba, bekapcsolod a tévét, rá tudsz kapcsolódni magára a robogóra, és tudod nézni, hogy most éppen mi van ott. Igen, hát biztos bazi öreg vagyok már, de azt kell, hogy mondjam, hogy én nagyon örültem annak, hogy a műszerfal egy szemernyit se változott. Ugye megvan a szép két kerek óránk, ugye a sebesség és a fordulatszám, középen ugye a kijelző, ami nem színes, ami nem TFT, stb. Viszont gyönyörűen adja azokat az infókat, amikre szükségünk van. Pofon egyszerű a kezelése is, itt a jobb kormányon ugye van egy kapcsoló, amit tolni meg húzni tudunk, ettől függően ugye az alsó információs sor változik, vagy a felső. Most lehetne persze, hogy ráteszünk erre is egy tévét, ugye, és akkor már össze lehetne kötni a telefonnal, blablabla, viszont ugye az a tapasztalatunk, hogy ezek a funkciók hiába vannak meg már sok mostani motornál, de azért az, ami hogy mondjam, számomra azt jelentené, hogy tényleg szeretnék ilyen műszerfalra váltani, hogy én fogom és az ingyenes kis navigációs alkalmazás megjelenik, ugye ez még mindig nem működik. Tehát vagy le kell tölteni egy fizetőst, vagy le kell tölteni a gyárét, ami most vagy jól működik, vagy nem. Tehát az igen, tehát azért még mindig nem olyan egyszerű az élet, mintha valaki tényleg navigál a telefonjával. Amit viszont simán föl lehet rakni itt, akár a műszer, akár ide ugye van a Yamahának egy olyan tartozék, amivel föl tudjuk tenni a telefont, vagy vannak után gyártott kiegészítők, amivel ide a plexi alá föl tudjuk tenni, és megvan oldva a navigáció. A szélvédelem az ugye megint olyan dolog, hogy ugye nekem ez szokott lenni vele problémám. Ez most pont arra jó, ez a gyári plexi egyébként, hogy így nyakig kivesz mindent, tehát szelet, esőt, bogarat, stb. Illetve hát ugye van pici sportplexi is hozzá, hatalmas városina, az aztán mindentől megvéd. Az már csak a gyönyörűzés része, hogy ugye ledes első-hátsó világítás csodálatosan működik, nagyon jó este is ugye a fényszorónak a fénye, de az indexek azok még izzósak, tehát mondjuk azok lehetnének ledesek, de ezek már apróságok. Ami viszont egyrészt fura, hogy ugye ebbe is van ugye kipörgés gátló, ami az NMAX 125-höz képest például azért jóval reálisabb dolog, tehát azért az nekem így naponta 3-4-szer bekapcsol. De amit nem értek, hogy ugye az NMAX 125-ön volt a start-stop automatika. Na most erre igazából sokkal nagyobb létjogosultsága lenne szerintem. Jobban meg kellett volna bolygatni ugye az egész motort ahhoz, hogy ez belekerüljön. Szerintem ez nem sokára azért bele fog kerülni, ezzel még le lehet csalni biztos 1-2 decit majd. Ugye ebből az amúgy is csodálatos fogyasztásból.
A másik meg például a fékkarok, tehát ugye nagyon, nagyon hirtelen, tehát nagyon kint van a nyomáspontja a fékkarnak, és kemény is. Innentől kezdve szabályozhatóság? Viszont, hát ez az, hogy nem lehet állítani, és most nekem egyébként teljesen jó, de egy kisebb kezű, mondjuk egy hölgynek, ott azért már lehet probléma. Tehát azzal, hogy ő biztonsággal elérje ugye a fékkart. Ezek mind megoldhatók után gyártott alkatrészekkel, de... De hogyha az de ember ugye... vesz valamit, akkor olyat szeretne, hogy az, ahhoz hát ne kelljen nagyon hozzányúlni. Így van. Utolsó két kérdésem szokott lenni mindig. Az egyik az, hogy mibe fáj nekünk, hogyha egy ilyen motort veszünk, illetve kinek tudjuk ajánlani ezeket a robogókat? Hát ugye két változata van, ugye ez, a, ez az extra kivitel, ez a TechMax, ez 2 és 3 millió között van pont félúton. A másik ugye az egy picivel olcsóbb, de nem annyival, hogy én azt választanám, az egész biztos, tehát én erre tenném a voksomot, azt tudti. Hát hogy kinek ajánljuk, az pedig pofon egyszerű szintem a váz mindenkinek. Úgyhogy akinek ez nagynak tűnik, az azt mondom, hogy próbálja ki, mert a 180 kilóját sem érezni egyáltalán, és hozzá lehet szokni ehhez a mérethez, hogyha esetleg eddig kisebb robogóra ültünk, de én azt mondom, ha valaki ilyet vesz, ez biztos, hogy nem fogja megbánni. Műsorunk fő támogatója a BMW, valamint a Magyar Suzuki ZRT. Támogatók: Adves Mutó, a KSR Group hivatalos magyarországi partnere, és a Motostar, az Alpine Stars magyarországi hivatalos forgalmazója.